Stana Alexandra megtörte a csendet. Elárulta, milyen kapcsolatban maradt Marics Petivel, miután véget ért a Dancing with the Stars. A napokban robbant a hír, miszerint Stana Alexandra elköltözött a szerelmétől, Medgyes Dávidtól, és habár egyenlőre nem mondták ki a szakítást, a kapcsolatuk nem áll stabil lábakon. A párharcban való szereplést is félbe vállalták el, mert akkor már tudták, hogy vannak problémáik. A sztárpár eddig nem szólalt meg a történtekről, de lapunk úgy tudja, hogy Dávid továbbra sem szűnt meg szeretni a táncosnőt, és azon fáradozik, hogy visszakaphassa. Mint ezt az egyik ismerőse elárulta, Dávid nincs jó paszban, megviselik a történtek, és el van keseredve. Igyekszik tiszteletben tartani, hogy Alexandra igazi művészlélek, noha ez okozott már problémát a kapcsolatukban. A Dancing with the Stars profi táncosa ezzel szebben igencsak vidámnak tűnik, legalábbis a közösségi oldalára feltöltött fotókon és videókon. Igyekszik elterelni a figyelmét a gondjaikról, a fellépésekkel és a barátaival. A 24 óráig elérhető Instagram sztoriában arra viszont megadta a választ, hogy Marics Petivel tartja el még a kapcsolatot. Mind a ketten visszatértünk a saját életünkhöz, és mondanom sem kell, mindketten elfoglaltak vagyunk, így azóta csak pár szót beszéltünk, de a barátság nem szűnik meg. Nyugtatta meg a rajongókat, majd azt is elárulta, hogy ha lesz rá lehetőség, fognak még együtt táncolni. Köztudott, hogy érzelmi hullámvasút volt a 2023-as éve Szandinak, de most kitért arra, mi volt az idei év legnagyobb tanítása számára. Nagyon sokat tanultam idén is magamról, másokról, az életről. A gondolat, amit magammal viszek az, hogy a világ pont olyan, amilyennek te akarod látni. Ha negatív dolgokra koncentrálsz, olyanná teszed a környezeted is, ha boldogan állsz minden naphoz, még az eső is szebbnek tűnik. Hangsúlyozta megjegyezve, cseppet sem csalódott, hogy a párharcban és a Dancing with the Starsban is ezüstérmes lett. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.